Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, és Palkovics István, aki U23-as Európa-bajnok atléta 3000 akadályban. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Beszélünk természetesen az idei sikerekről is, már csak azért is, mert tegnap is egy fantasztikusan jó eredményt futottál, és beszélünk a versenyekről, amelyeket idén sikerült már megrendezni, és hát előtte vagyunk egy keddi versenynek, amire szeretném felhívni a figyelmüket, ugyanis kedden délután 2 órától este 8:30-ig atlétikai versenyt fogunk közvetíteni Budapestről, mert hogy a Continental Gold és Bronz versenyek sorában 2 magyar verseny, a bronzban és 1 az aranyban is az idei évbe becsúszott, ugye Tatabányán volt a bronz, Székesfehérváron egy arany, és most pedig az MTK pályáról újra egy bronz kategóriájú verseny, de ez egy ilyen beesett verseny a szezonban, nem? Nem, ezt mi már tudtuk, hiszen a Magyar Atlétikai Szövetség egyik stratégiai kérdése, illetve irányelve volt az, hogy az itthoni atlétáinak a versenyzési lehetőségeit az gyarapítsuk az új kvalifikációs szisztéma miatt, ugye, ami azt jelenti, hogy most már nem csak szintekkel, hanem úgynevezett világranglistáról is ki lehet kerülni az aktuális világversenyekre. A tatabányai verseny az még Tokióra kvalifikált, a Continental Tour Gold az már a fehérvári, tehát a Memorial az már Eugene-re, és ez a verseny is már Eugene-re kvalifikál, illetve az Európa-bajnokságra, mert valószínűleg az Európai Szövetség is átveszi ezt a szisztémát, ami most jelen esetben az itt ülő úriembert nem érinti, hiszen ő neki megvan már a jövő EB szintje, tehát őben nyugodtan készülhet majd München Európa-bajnokságra. Viszont van cél kedre is, mert jó lenne egy U23-as országos csúcsot futni, ami már az előbb próbáltuk kiszámolgatni, de szóval nagyon-nagyon régi. Igen, ez is egy eléggé egy szakállas csúcs, lehet így mondani. Egy meglepetés volt ebbe az évben, hogy sikerült hozzá közel kerülnöm, 800-addal ugye elmaradt, de az idei év nyara az eléggé egy ilyen felvirágozó volt, és eléggé jól jöttek az eredmények, és eléggé jól mentek most a lábaim, szóval igazából én nagyon érzem magamban ezt a 800-ot, talán még egy kicsit jobbat is. A tegnapi futás alapján még talán jobb is lesz, nem? Hát igen, a tegnapi futás az most adott egy ilyen plusz önbizalom löketet. Elmondod, hogy történt? Hát igazából... Milyen mezőnyben futották, kik voltak ott, hogy sikerült ez hát az eredmény? Igen, lehet mondani, hogy semmilyen mezőnyben futottam. 6-an indultunk, rögtön az élre álltam, és egyedül csináltam a saját tempomat. Mindig így gondolkoztunk, hogy meg kell adni az esélyt ennek is, az ilyen versenynek is, de viszont ami lesz kedden, ez a Continental Tour szerencsére egy elég népes és egy elég jó mezőnyt sikerült szervezni a szervezőknek, és én nagyon bízok benne, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon maradandó versenyt tudok csinálni. Ha már a mezőnynél tartunk, nagyon sok versenyszám lesz, ennél fogva nyilván nagyon sok atléta is. Milyen elvárások vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell nívósnak lenni a mezőnynek? Hát ezek megvannak az előírásai, a kötelezvényei, pénzdiaktól és a többi, hogy milyen módon kell összeállítani a mezőnyt. De azt gondolom, hogy nekünk nem lehet más célunk, hiszen azért ez a mai nap egy nagyon fontos nap, mert mához 2 évre rajtol majd Budapesten az atlétikai világbajnokság, tehát 2 évünk van, tehát atléta nyelven szóval fordulunk a célegyenesbe, de nekünk mostantól kezdve teljes válszélességgel és arccal a minél jobb szereplés felé kell összpontosítanunk, és ezeknek a fiatal embereknek, Pistinek, a hozzá hasonlóknak, hölgyeknek, uraknak nekünk a következő esztendőben meg kell teremteni minden olyan lehetőséget, hogy jó mezőnyben lehetőleg mondhatnám azt, hogy hazai körülmények között, de meg tudják szerezni azokat a pontokat, amik arra lesznek majd szükségesek, illetve ahhoz kellenek, hogy ezen a világbajnokságon, vagy a jövő világbajnokságon induljanak. Úgyhogy nekünk most ez a célunk. Ezért volt Tatabánya, a Memorial az már van, ezért van és lesz majd jövőre is 2 bronz kategóriás verseny, ezért sikerült elérni azt, hogy például egy magyar bajnokság is olyan számokat és olyan pontokat hozzon, amivel izmosítani lehet ezeket a teljesítményeket. Úgyhogy ez csak egy része, de nagyon fontos része, és hála jó Istennek azt gondolom, hogy van potenciál, főleg a fiataljainkban most már. Van egy kis generációváltás, hogy a következő 5-6 esztendő az a Pistiékről és a hozzá hasonlókról fog szólni.
Legyen így, annál is inkább, mert a te győzelmed az Európa-bajnokságon nekem azért volt különösen nagy dolog, mert én atlétaként mindig azt hallgattam, hogy közép-hosszú távfutásban a magyar futóknak nagyon kevés az esély, és egyre több olyat látok, amikor sikerül azért komoly sikereket elérni, és neked 3000 akadályon a győzelem az egy igazán óriási dolog volt. Azt mondtad utána talán, hogy szerettél volna azért dobogón lenni, de a győzelem azért nem volt. Tehát nem volt azért benne, hogy feltétlenül győzelem lesz, és mégis meglett. Benne volt a győzelem, nem lett volna... Igen, azért mentünk, hogy győzzek, de megvoltak annak is a hátültői, hogy nem úgy sikerül, hogy elvárjuk, mivel előtte nap a nőknél, aki a legjobb idővel ment, ugyanúgy, mint én is a legjobb idővel mentem, neki nem sikerült a verseny, valamit elrontottak, és ő ki is állt. És ezért bennem volt ez a rizikófaktor, hogy akkor most nekem hogy fog esni. A világverseny az világverseny, mindig kicsit más. Igen. Ezért nagyon izgultam, hogy fog alakulni. Igazából vezettem ugye a ranglistát, azt hiszem 7 vagy 8 másodpercen, ami mások így akadályon, ezért magabiztos voltam, de féltem, mert ugye én nem versenyeztem még sokat mezőnybe, a tatabányai verseny volt az első ilyen mezőnyös versenyem, szóval én nagyon kicsit paráztam is, meg igazából én meg is voltam kicsit illetődve, úgyhogy tudtam magamról, hogy nekem kell itt a legjobbnak lennem, és ilyen lögdösödés, meg verekedésben én nem is tudtam magamat hova tenni, ezért is alkalmaztuk igazából ezt a taktikát, hogy inkább előreálltam és irányítottam a versenyt, és így utólag lehet azt mondani, hogy tényleg ez volt a nyerő taktika. És hát reméljük, hogy így lesz ez a továbbiakban is, bár most már azért a felnőtt mezőnyben egy-egy ilyen versenyen, mint a tatabányai vagy az MTK versenye, nyilván ez nehéz lesz, de majd megtanulod itt a lögdösődést. Egyébként visszatérve ezekre a versenyekre, nekem azért olyan érzésem van, hogy miközben az egyik oldalon nagyon szépen épülnek a dolgok, 3 ilyen versenyünk van már, világbajnokságot fogunk szervezni, épül a stadion. Azért a másik oldalon, ugye ha az olimpiai szereplést nézzük, akkor látszik, hogy nincs minden tökéletesen rendben a rendszerben. Most, hogyha azt vesszük, hogy az U20, U23, akár U18-ban is vannak komoly sikerek, azért ebből sem következik feltétlenül, hogy ezeket a sikereket felnőtt korban is meg lehet tartani. Valószínűleg hosszabb műsor kellene ennek a teljes megválaszolásához. Jövő hét csütörtök? Én nagyon szívesen bármire hajlandó vagyok, mert nem magyarázni akarom, hogy meg tény és való itthon, egy olimpián az számít, hogy érem, pont szerzés. Ebből ma, illetve ezen az olimpián az atlétika nem jeleskedett, ez tény, a magyar atlétika. Ez tény és való, de azért, ha hallgattál engem az olimpia előtt, azért én nem volt bennem hurrá optimizmus. Tehát én nagyjából el tudtam tenni. Benned még soha nem volt hurrá optimizmus, én ezt 37 éve hallgatom. De itt azért én valahol mi sejtettük, hogy ez nem lesz egy diadalmenet. És nem azért, mert nem dolgoztak volna a versenyzőink, nem csinálták volna meg a felkészülést, mindenki oda tette magát. De egy olyan helyzetbe kerültünk itt az elmúlt 15-6 hónapban, ami nekik is új volt, nekünk is új volt, persze mindenkinek új volt a világban, de mi valahogy mégiscsak talán inkább a kevésbé bátrabb csoportba tartoztunk, mint nem. Ilyen értelemben? Hát az edzőtáborok visszatartása azért mi nem engedtük el, én ezt vállalom a mai napig is, mi nem engedtük el a melegégői edzőtáborba decemberben, januárban azokat az atlétáinkat, akiket eddig mindig elengedtünk, és akik ott mindig a felkészülés dandárját és a nagyon fontos lényegi részét meg tudták csinálni, hiszen ott meg lehetett 25-30 fokba, itt meg 5-10 fokba, vagy esetleg mínusz 5-ben nem nagyon lehetett. Tehát ezek tények, de nem erre akarom fogni. Ettől függetlenül én sokkal többre számítottam, mint ami kijött belőle, mert még így is lehetett volna nekünk 2-3 döntősünk, és benne volt az is, hogy lesz pontszerzőnk. Most ez nem sikerült, tanulunk belőle. Viszont én mégiscsak összekapcsolnám a korosztályos világversenyeinket, és betagoznám az idei szezonba, mert amit Palkovics Pisti, Farkas Petra, vagy Varga Géta Bianca csinált, Barbara csinált az úszas Európa-bajnokságon, és a többiek, akik döntőbe kerültek, mert nem csak 3 érmünk volt, hanem itt 1-12-ben nagyon sokan ott volt. Fiatalokra számítasz. Itt most van egy generációváltás, és nekik a következő
4, 5, 6, 7 esztendő, az én azt gondolom, hogy most már mindenki van kövezve. És végig kell menni, és szépen türelmesen meg kell csinálni azt, amit meg kell csinálni, és akkor jönni fognak az eredménye. Én nagyon remélem, hogy István, neked már kedden jönni fog az az eredmény, amit szeretnél, és azt tudom mondani, hogy a világbajnokságig mindannyiótokkal szépen szeretnénk majd megismerkedni. Örülök, hogy te is itt voltál a mai napon. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A kedves nézőktől búcsúzunk most, és ne feledjék, kedden 2 órától atlétika. Viszontlátásra!